alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával. Feltesszük az 1 millió dolláros kérdést Gyurcsik Attilának, az Accord alapkezelő ZRT vezérigazgatójának, hogy mivel lehet most pénzt keresni a piacokon. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát előbb inkább kerüljük el a bukást, nem? Én nem is tudtam, igen, nagyon belekezdtünk a végével, de igen, a millió dolláros kérdésnek. Hát nem könnyű a helyzet, tehát azt néztem a napokban, hogy a nagy globális indexek azok ilyen 15-20% körüli mínuszban tartózkodnak dollárban, és ugye emellett a kötvénypiacok is életük egyik legrosszabb időszakán. Hát szerintem még nincsenek teljesen túl, azt nem jelenthetjük ki, ugye ilyen 8-9%-os infláció mellett a 3%-os hosszú kötvényhozam az még nem biztos, hogy a vége ennek a kötvényhozam emelkedésnek, de lényeg a lényeg, hogy a hosszú kötvényeken is lehetett egy, hát lejárattól függően egy ilyen 8-20%-ot bukni mondjuk idén, ami azt jelenti, hogy az ilyen klasszikus kötvény részvény portfóliók, azok vaskos mínuszban vannak. Szóval, hogy fel van azért adva a leck elég rendesen, és tehát igazából nincs nagyon hova menekülni, vagy rejtőzni, mert ugye mondhatnám azt, hogy akkor ilyenkor a készpénz a király, de hát van egy 8-10%-os infláció, tehát a csak láthatra pozitív, hogyha épp nem bukunk, hiszen valójában a infláción keresztül azért a pénz reálértéke is jelentősen csökken. Most már mutatjuk azt, hogy napról napra. Uh-huh. Úgyhogy nem könnyű a helyzet. És mit lehet ilyenkor tenni? Növelni a mégis a... Vagy hát ugye magyar kisbefektető szemével néz, ugye speciális helyzetben van, mert vannak kiváló magyar lakossági államkötvények. De mondjuk érdekes helyzet, hogy most először sok-sok év után a piaci kötvények is már jó hozamot kínálnak. Aki túl van a bukón, ez kikerült-e, vagy éppen most gondolkodik, azért az kedvezőbb helyzetben van, mert hogy a beszállók javultak, nem? De állampapír nélkül nem nagyon lehet. Nagyon sokat jó volt a helyzet. Én abból a szempontból közelíteném meg ezt a kérdést, hogy körülbelül azt kéne kitalálni, hogy hol tartunk most a gazdasági ciklusban, vagy ebben az egész folyamatban is. Nekem van egy jó analóg, vagy nem egy analógiám, de egy ilyen keretem, amiben gondolkodom. Én úgy látom, hogy most, amit most látunk így a 20-as években, meg különösen ebben az évben, az a 10-es éveknek a fordítottja. Tehát a 10-es évek az arról szólt, különösen a vége, hogy van egy nagyon nyomott infláció, egy laza monetáris politika, alapvetően laza fiskális politikák, erős növekedés. Tehát ez egy igazi aranyványa volt a részvénybefektetőknek, sőt valójában minden spekulatív eszköznek az árfolyamát az egekbe emelte, ide tartoznak a általam sokat kritizált kriptopénzek is. Tehát ugye alapvetően egy nagyon jó környezet volt, és ugye már valójában a 10-es években elvetettük a magjait annak, hogy ez nem fog örökké tartani, tehát már feszült a munkaerőpiac, az állami beavatkozásoknak a problémáit azért már kezdtük látni, tehát hogy voltak azért gondok, volt jelentős alulberuházás az energetikai szektorban, beszélgettük veletek sokat például a nukleáris erőművek bezárása Németországban, tehát hogy egy csomó-csomó probléma már látszott a 10-es évek végén, és a 20-as évekre meg két katalizátor szerintem megtolta ezeket a folyamatokat, ezeket a mélyben bújó folyamatokat. Értem ez alatt a koronavírust és a koronavírus követő válságkezelést, ami ugyanolyan favágó volt, mint az összes többi válságkezelés eddig magyarul. Öntsük a pénzt, szórjuk helikopterrel, azt kész. És akkor közben megmagyarázzuk, hogy persze lesz infláció, de majd átmeneti lesz. Erre ugye nyilván nem az lett, és akkor erre még szerintem nyilván egy lapáttal rátett most az orosz-ukrán háború, ami egy energiaársok, egy élelmiszerársokkal együtt nagyon komolyan megtolja az inflációt, meg annak az esélyt, hogy az infláció ez nem egy idéglenes, hanem egy tartós jelenség lesz. És emiatt most jóval-jóval szigorúbb monetáris politika kell. A fiskális politikákat már kicsavarták, azok ki vannak feszítve, hát ennél azért már nem tud lenni, értelemszerűen az nem fog segíteni. Úgyhogy vélhetően én azt gondolom, hogy tehát magyarul van egy szigorú monetáris politika, egy lassuló adott esetben recesszióba kényszerülő fejlett gazdaság.
mint a világon, és ugye ebből azért következik, hogy ez nem egy különösen jó környezet a tőkepiacok számára. Úgyhogy visszakanyarodunk a kérdéshez, hogy honnan jön a nyerő? Megfogom, ígérem, megfogom. Honnan jön a nyerő? Honnan jön a nyerő? Hát szerintem alapvetően ugye a kérdés, az igazi kérdés az az, hogy mondjuk az ősszel elérjük Amerikában a 3% közeli alapkamatot, hogy ez képes-e megfékezni az inflációt. Ha képes megfékezni az inflációt érdemben, akár egy komoly lassulás, vagy egy enyhe recesszió árán is, de képes megfékezni az inflációt, akkor szerintem ősszel, vagy mondjuk egy év múlva ilyenkor azért szebb arcukat fogják mutatni a piacok, és az elkövetkező 6-12 hónapban meg nagyon jó vételi lehetőségek lesznek minőségi vállalatok papírjaiban. Tehát én valahogy ezt így raknám össze. Valójában ez a Jobbik forgatókönyv, de azért ez is egy szenvedő és nagy volatilitással járó időszak, mert hiszen valójában a Fed a szigorítást még csak most kezdte, az ECB még el se kezdte valójában. Tehát még azért az elején vagyunk ennek a ciklusnak, tehát azért azt gondolom, hogy persze lehet az asztalra zsetonokat tenni, de mert nyilván nagy a pessimizmus, tehát nagy rallik bármikor lehetnek, de azért mondjuk az én felfogásom azért rohanni sem kell feltétlenül ezzel. Úgyhogy ez a Jobbik forgatókönyv, abba bele sem merdék gondolni, hogyha ez az alapkamat nem lenne képes megállítani az inflációt, akkor szerintem tartósabb problémák lennének a tőkepiacokon. Én egyébként e tekintetben egy picit optimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy egy generáció szokott el a pozitív nominális kamatoktól, és hát számukra azért az alkalmazkodás az gyors lesz, heves és fájdalmas, de egyben eredményes is. Tehát ez a 300... Na mekkora zuhanást írtál még körbe ezzel? Mekkora gyors zuhanást? Nem feltétlenül csak a tőkepiacokra, nyilván a várakozásokban, a döntésekben, bármilyen magánember beruházási döntésére, vagy vállalatok beruházási döntéseire is gondolok, nem feltétlenül csak a tőkepiacra. Tehát ugye ez a kamat szint, mondom, 10-12 éve elszoktunk attól, hogy rövid oldali kamat legyen dollárban jelentős. Tehát ezért ez értemben fogja szerintem a gazdasági aktivitást visszafogni. Annyira rápörögött a világ arra, hogy a pénznek nincs értéke, vagy nincs kamata, hogy szerintem ez a hirtelen, gyakorlatilag kevesebb, mint egy év alatt ilyen mértékű rövid oldali hozamemelkedés, ez meg fogja hozni azt, amire a monetáris politikusok vágynak, és képes lesz elnyomni az inflációt. Úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy lesz lehetőség arra, hogy nagyon jó áron vásároljunk majd az elkövetkező időszakban. Oké. Hát így legyen, ezt csak azt tudjuk mondani. Azért, ha meg valaki nagyon bátor, akkor nyilván azért idén is a short oldalon, a sötét oldalon azért lehetett pénzt keresni bőven a megfelelő papír sortolásával, szóval az sem feltétlenül reménytelen, hogyha az akkornál emiatt azért láthatunk pozitív hozamokat. Oké, okay, nagyon látjuk, jó. Látjuk, igen. Köszönjük szépen, Attila, szép napot. Köszönjük szépen. Szia. Gyurcsik Attilával, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk. Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni. Na, hát igen, ezt mondottam pont, ezt a föntről lefelét úgy érdemes egyáltalán, ha valaki bármit csinál, mert egyelőre eléggé rossz a környezet és a klíma a tőkepiacokon. Teged is azért jól megtréfelt a piac, többször is te is mondtad egyébként engem is. Tehát ezek a nagyon brutális fölpattanások a nagy semmire, ezek tényleg bezavaróak voltak, meg nyilván felerősítik, hogy egyre többen játszak technikai alapon, őket szépen kidobálja. Aki kevésbé pallérozott a technikai jelenző, azokat kidobálja. A pallérozott abban pedig ritkábban. Az eredmény végül is az lett itt az első évidei 5 vagy 4,5 hónapjának a végén, amiről az év végén beszéltünk, hogy hát ez minden jel arra mutat, hogy ez most egy nehéz év. Rengeteg kockázat, bizonytalan infláció, iszonyatosan elszállt, érthetetlenül elszállt árak, hát ebből logikusan esés következne, mégis benne, amikor vagy, most azt látod, hogy irgalmatlan emelkedések is vanak benne, a legkisebb jeleső, anélkül is, ugye elbizonytalanodsz. Úgyhogy én sem tudtam normálisan megjátszani, nem is mertem egy csomószor, tehát ilyen minimális tétekkel, csak úgyhogy
Ez azért érdekes. De ha végeredmény nézed most a számokat, akkor ott vannak a vaskos mínuszok, és végül is igen. Az lett, ami logikusnak, logikusabbnak tűnt az igen, ez volt a legnagyobb szívfájdalmam, hogy évvégén én ezt már megpakoltam, megtettem a téteket erre, és ugye az év elején az a 10%-os realizás, örömködés az úgy, ahogyan kirázott mindenbe, pedig volt dollár erősödésre spekuláltam, amerikai piaci esésre, magyar piaci esésre. Ezeket visszaépítgettem, de már nem úgy nyilván, igen. Meg most már a mínuszt is meg kell, ki kell termelni, tehát már, ne, már romlik az összkép. Egy kicsibe ülök benne, és semmit se csinálok, jobban jártam volna én is egyébként. Hát igen, csak mondjuk nálam a kereskedési praktika. Persze, teljesen meg a méretezés az olyan, hogy én ott nem válogatok, hanem legfeljebb nem kötök. Na, Schmidt-Andi jön a hírekkel, utána jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit. Igen, pont. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.